Híradónkat látják február 5-én hétfőn. Köszöntöm Önöket! Találkozóra hívta péntek délután a választókerület polgármestereit dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő és Gyopáros Alpár modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos. A Csóti faluházban tartott egyeztetés témája a Magyar Falu program volt. Az egyeztetésen elhangzott, a program keretében a Pápa környéki települések 12,5 milliárd forint forráshoz jutottak. 2018-ban hirdette meg a kormány a Magyar Falu programot. Az elmúlt 5 évben minden Pápa környéki kis település legalább egy pályázatot nyert. A megvalósított beruházások pedig a falvakban élők életminőségét javították, mondta dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő a Csóton tartott polgármesteri találkozón, melyen a Magyar Falu program aktualitásait ismertették. Legnagyobb sláger mindenhol az út volt, de a kommunális eszközök is a sor elején találhatóak. Aztán megújultak a művelődési házak, ami nagyon fontos, hogy rájöttek a polgármesterek, hogy energiatakarékos beruházásokat kell favorizálni. Na most ennek nekiálltak, nem csak tavaly, hanem már ezt korábban is lehetett látni, és aki ezt elvégezte, az tavalyi esztendőben többet tudott spórolni. Gyopáros Alpár modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos emlékeztetett. A Magyar Falu program eredményesen zajlik. Definiáltuk a legfontosabb célt, mégpedig, hogy azt a negatív demográfiai trendet, miszerint évtizedek óta csökken a falvak döntő részének a népesség száma, hogy ezt próbáljuk meg megállítani. És mivel a program 2019-ben indult, és most 2024-et írunk, ezért büszkén mondhatjuk, hogy egy 4-5 éves program segítségével már elértük azt, hogy a hazai kis települések felében megállítottuk a népesség szám csökkenést, és ezekben a településeken már növekszik a népesség szám, és a többi településen is lassult a csökkenés. Az idei évi pályázati kiírásokról szólva a kormánybiztos elmondta, új fejlesztési célokat is meghatároznak. Jellemzően minden évben megismételjük azokat a pályázati kiírásokat, támogatási célokat, amelyek az előző években sikeresek voltak, ilyen például egyébként a falusi csok is, ilyenek azok a pályázati támogatások, amelyek keretében önkormányzati közszolgáltatásokat javítunk vagy fejlesztünk, de minden évben van valami újdonság, és ezeket az újdonságokat is jellemzően maguk a falvak javasolják, mint egy-egy új támogatási célterületet, és jó esélye az idejében is fog egy-egy ilyen megjelenni. A múlt évben és az idén a korábbinál egy kicsit kevesebb forrás jutott a Magyar Falu programra, ismerte el a kormánybiztos. A gazdaság nem bővült úgy, mint ahogy egyrészt a Covid okán, másrészt aztán a különböző katonai, energetikai, gazdasági válsághelyzetek okán, mint amennyire számítottunk, amit szerettünk volna. Ez természetesen a gazdaság bővülése befolyásolja a költségvetés állapotát, úgyhogy nyilván egy valamilyen kevesebb összeggel számolhatunk, de így is több 10 milliárdos nagyságrendben finanszírozzuk a Magyar Falu program egyes alprogramjait, és ez így lesz természetesen a jövőben is. A tájékoztatót követően a polgármesterek számos kérdést és fejlesztési javaslatot fogalmaztak meg a programmal kapcsolatban. Pénteken délutánra díszruhát öltött a tornaterem és a végzős osztály tanterme, a Vajda Márta óvoda, általános iskola, szakiskola, készségfejlesztő iskola, egységes gyógypedagógiai módszertani intézményben a végzős szakiskolás diákok szalagavatójára. Az intézményben a 2023-2024-es tanévben 4 fiú és 3 lány készül arra, hogy a szakmai vizsgákon számot adjon az elmúlt években megszerzett tudásról. A Vajda Márta iskolában pénteken 7 végzős szakiskolás kapta meg a tanulmányaik végét jelző szalagot. Csutiné Pap Orsolya intézményvezető a szalagavató kapcsán meghatottan elmondta, különleges osztály búcsúzik az iskolától. Hát az én szívemnek különösen kedves osztály, ugyanis 5. osztályos koruk óta tanítom ezeket a gyerekeket, és igazán a szívemhez nőttek, úgyhogy igyekszem majd nem pityeregni a mai szalagavatón. A műsorról sajnos nem tudok semmit, mert nagy titokban tartották előttem a kollégák, úgy az osztályfőnök, illetve az itt dolgozó asszisztens előtt szintén. Az osztálynak 7 tanulója maradt, sajnos néhányan lemozsolódtak, illetve abba hagyták a tanulmányaikat. 4 fiú és 3 kislány remélhetőleg júniusban ők szakmai vizsgát fognak tenni. A 4 fiú asztalos ipari szerelő lesz, a kislányok pedig textiltermék összeállítók. A szalagavató a végzősök keringőjével kezdődött, majd Coborné Kilián Ildikó, az iskola pedagógusa köszöntötte a megjelenteket és az ünnepelt osztálytagjait. A szalag feltűzése mindig valami kettősség érzését rejti magában. Egyfelől egy szép jelkép, mely arra utal, hogy hamarosan szakiskolai tanulmányaitok végére értek.
szakmát szereztek, majd önálló felnőttekké váltunk. De mást is jelez a szalag. Annak az útnak a végét, amelyen szeretett iskolátok végig kísértiteket. Sok vidám pillanatot, mosolyt és hangos nevetéseket varázsolt a terembe az a kis színdarab, amivel az iskola diákjai és pedagógusai készültek a végzősöknek. A műsort követően a végzősök megkapták szalagjaikat, majd a diákok sporteredményeit és az osztály legjobb pillanatait felidéző vetítéssel ért véget a rendezvény. A szombati utolsó turnus kifejezetten színes társaságot vonultatott fel a pápai jégpályán. A korisok közt időről időre feltűnt egy-egy különleges vendég, hol egy dinoszaurusz, hol egy unikorn is tűnt fel a jégen, de azon sem lepődtünk meg, amikor egy papagájt láttunk a korcsolyázók közt. Persze nem is volt mind meglepődni, hiszen az ország egyik leghangulatosabb jégpályáján szombaton tartották az egyik legnépszerűbb programot, a farsangot. A jégpálya szombati farsangi bulijának előkészületeit megnehezítette a tavaszias időjárás. Porácki Tünde, az Eszterházi kastély szakmai vezetője elmondta, munkatársaik sokat dolgoztak annak érdekében, hogy a jég kiváló minőségű legyen. Mi is nagyon izgultunk, hogy az időjárás az nem lesz együttműködő velünk. Délelőtt már nagyon jó idő volt. Amikor idesült a kastély udvarára a nap, akkor bizony megolvasztja a jég felszínét, és akkor nedvesedni kezd, de ugye délutánra már elmegy, nem süt ide, és akkor már tud dolgozni a gép, hogy fagyassza, és aztán a kollégák is nagyon ügyesek voltak, hogy 4 órára már nagyon jó jegünk volt. Annyira ötletes és kreatív jelmezek vannak, hogy itt jön majd az a közhely, hogy a zsűrinek nem lesz könnyű dolga, de tényleg nem, mert most már figyeljük őket, és tényleg mindenkinek más-más kedvence van, úgyhogy majd valamilyen módon azért meg kell egyeznünk. A jó hangulatért és a zenékért DJ Béci volt a felelős. A város kedvelt DJ-je azonban nem egyedül érkezett a jégdiszkóba, vendég DJ-ket is hívott. Hát egy feltörekvő diszkost hoztam, úgy nevezik, hogy Sólyom. Reméljük, hogy lesz belőle valaki. És egy Gregory nevezetű, DJ Gregory, aki már az országban ismert, és szeretnénk, hogyha már pápán is befutna. Egy igazi farsang elképzelhetetlen jelmezverseny nélkül. Tudták ezt a farsangi jégdiszkó szervezői is, akik azt tervezték, hogy egy díjazottja lesz a délutánnak. A sok ötletes jelmez láttán azonban úgy gondolták, nem tudnának egyetlen jelmezt kiemelni, így végül 3 díjat is kiosztottak. Az első helyen az Alvin és a Mókusok csapat végzett. Második helyezettként Szörnyella de Frászt és Pacát hirdette ki a zsűri, a képzeletbeli dobogó 3. fokára pedig a légy zümmögte fel magát. A Városi Diáksport Bizottság szervezésében a Várkertfürdőben rendezték meg a körzeti úszódiák olimpia döntőjét. A verseny célja a sportág népszerűsítése, a diákolimpiai bajnoki címek, valamint a megyei döntőn való részvétel eldöntése volt. A mezőnyben a legjobban a Munkácsi Mihály német nemzetiségi nyelvoktató általános iskola szerepelt, mely 13 egyéni és egy váltó továbbjutó helyet szerzett. Második a Tűr, harmadik a Tarci iskola lett. A megszokottnál jóval kevesebben jelentkeztek a körzeti úszódiák olimpia döntőjére, hiszen 6 iskolából mindössze 30-an neveztek a versenyszámokra, melyek között 50 és 100 méteres gyors, mell- és hátúszás szerepelt. Egyéniben az első 3 helyezett, váltóban a győztes csapat jutott a vármegyei döntőbe. Sajnos létszámba nem ért el azt a szintet a verseny, amire számítottam. Körülbelül olyan 30 induló volt a versenyeken. Ez az elmúlt időszakhoz képest nagy visszaesés. Tavaly nem rendeztünk városkörzeti diákolimpiát, egyből regionális volt, ami ugye nem Pápán volt, hanem Veszprémbe kellett elutazni. Az előtti év végben pedig a járványok Covid miatt nem rendezhettünk. Úgyhogy itt kimaradt 3-4 év, és ez a 3-4 évnek a bepótlása, újraindítása nagyon nehéz. A versenyzőknek a szerintem több mint az 50%-a olyan gyerek, aki valamilyen szinten edzésre jár a puséhoz. Mivel ez B-kategóriás diákolimpia, ezért ugye az igazolt versenyzők itt nem indulhatnak, ők A-kategória, és nekik egyből megyei verseny van. Koncz Sándor elmondta, az őszi diákolimpiai versenyek jól sikerültek, a tavaszi idény az úszással kezdődött. Már február végén, március elején a mezei diákolimpia, kézilabda diákolimpia, illetve még február közepén a kosárlabda diákolimpiának a lebonyítására is sor kerül. A versenyen a legtöbb továbbjutó helyet a Munkácsi szerezte, második a Tűr, harmadik a Tarci lett.
Ezek voltak legfrissebb és legfontosabb híreink. Most vessünk egy pillantást a holnapi időjárásra. Napos idő várható, kevés fátyol felhővel. A pápai MH47. Bázisrepülőtér meteorológiai csoportjának előrejelzése szerint csapadékra nem kell számítani. Gyenge mérsékelt lesz a déli szél. A maximum hőmérséklet 14-15 Celsius fok körül alakul, este 5-8 Celsius fok várható. Kedves nézőink, ez volt a Pápavárosi Televízió híradója hétfőn. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!